Július 1-től minden olyan számláról, amelynek belföldi adóalanyra áthárított áfa tartalma minimum 100 000 forint adatot kell küldeni a NAV-hoz. Az adatküldést legkönnyebben számlázó program használatával lehet megvalósítani, mert ebben az esetben az adatszolgáltatás gépek közötti kommunikációval történik meg. Az online számláról tulajdonképpen úgy érdemes beszélni, hogy a számlákat, a kiállított számlákat interneten keresztül kell majd beküldeni adatszolgáltatás formájába. Tehát eddig is létezett adatszolgáltatás a számlákról, csak azt a bevallásba kellett végrehajtani. A módszer változik, most már nem elegendő a bevallásig várni vele, hanem azonnal, hogyha számlázó program, ha meg kézi számla, akkor egy, illetve 5 napos határidőkkel kell ugye dolgozni. Az adatszolgáltatás azoknak is kötelező, akik kézzel kiállított számlákat, azaz számlatömböt alkalmaznak. Amennyiben ezen a számlán az áfa legalább 100 000 forint 5 napon belül, ha pedig eléri az 500 000 forintot, a kiállítás utáni napon kell elvégezni az adatszolgáltatást manuális feltöltéssel. Ha beindul a rendszer, akkor mindenképpen annyival jobb lesz, hogy tulajdonképpen ezek az adatszolgáltatások a NAV számára rendelkezésre állnak, a későbbiekben ebből majd a NAV tud ugye adatokat kinyerni, illetve ezeket föl tudja használni egy későbbi bevallás kiajánláshoz esetleg, vagy bármilyen más dolgokhoz föl tudja használni. A felkészüléshez szükséges információkra a NAV ügyfélkapus tárhelyre érkező elektronikus levélben tájékoztatja a vállalkozások képviselőit. A számla adatok beküldésének feltétele egy regisztráció, amelyre a cégek képviselőinek június középétől nyílik lehetőségük.